Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Plutó a vízöntőbe ért, de valójában az asztrológiai hagyomány mindig az első beköszöntést veszi alapul. Tehát a Plutó nem most ért be először a vízöntőbe, hanem még 23 áprilisában. Tehát tavaly áprilisban, és azóta föl alá járkál, be a vízöntőbe, ki a vízön, tehát hátrál a földről nézve, visszamegy a bakba, aztán ezt újból megcsinálja. Még ebben az évben is, múltkor nem jól mondtam, hogy már csak egyszer, pontosabban úgy mondtam jó, hogy már csak egyszer, hogy még egyszer ez meg fog történni ennek az évnek az augusztusában. Tehát ennek következtében mondhatjuk azt, hogy valójában föl alá járkál azon a Jupiter-Szaturnusz együttálláson, amely 2020. decemberében először bement a vízöntőbe. Ugye már eleve ott együtt álltak, az úgynevezett hatókörük, tehát az orbiszuk alapján. Na most ebben a az együttállásban most a Plutó drasztikusan újból és újból eléri ezt a Jupiter-Szaturnuszt, és miután annak idején a Plutó, amikor bement az oroszlánba, tehát átlépte az oroszlánt, akkor kitört a második világháború, így teljes okkal és joggal érezzük ennek a helyzetnek a csak erősen kritikus voltát, és ennek következtében mondhatjuk azt, hogy hát minden esélyünk megvan arra nézve, hogy a világ megint egy háborúba menjen bele. De a helyzet az, hogy ha azt vesszük alapul, hogy a vízöntőben van a Plutó, akkor ez azért nem ugyanaz, mint amikor az oroszlánban ment be. Elmondom, hogy miért nem. Mert az oroszlánnál az egyik legfontosabb dolog az a hatalom, az uralkodás, ugye az egy királyi jel az oroszlán. A vízöntő viszont egyik oldalon egy végtelenül humánus és szociális jel, negatív értelemben pedig a senki és semmi nem számít, csak az elvek, csak a ideológiák, és az ideológiák érdekében föl lehet áldozni az embert. Tehát ez a két szélsőséges elv a része ennek a vízöntőnek, és itt nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az a döntés, ami miatt beindulhatna mondjuk egy világháború, az mennyire felelős. Ha figyelembe vesszük, hogy már tavaly is a halakban volt a Szaturnusz, és most is a halakban van a Szaturnusz, akkor ez nagy szerencse az emberiségnek. Azon egyszerű oknál fogva, mert a halak, a halakban van egy úgynevezett egyetemesség, és a Szaturnusz egyfajta egyetemes felelősségtudatot szimbolizál, különös tekintettel azon emberek számára, akik jelenleg vezetői lehetnek a világhatalmaknak, és ilyen értelemben szabályozhatják, hogy kitör-e a háború vagy sem. Ahhoz, hogy megértsük a Plutó jelentőségét, ahhoz
egy kicsit át kell ismételnünk azt, amit még valamikor réges-régen a Plútóról mondtam el a kedves nézőknek. Itt az ideje, hogy egy picit akkor átismételjük ezt a Plútó dolgot. Ugye Plútó az a római mitológiában, a római mitológiai elnevezés, eredetileg a görög Hádész az, aki megjelenítődik a Plútó által. Hádész az alvilág ura. Tehát ahova, vagy hát ha úgy tetszik, a halottak világának az ura. De hát Hádész is följár az emberi világban. Különös tekintettel például elrabolja Demeter a földistennő lányát, akinek a neve akkor Kóré, de amikor lekerül az alvilágba, akkor megváltozik a neve. Demeter lányát elrabolja, és akkor utána Demeter panaszt emel Zeusnál, és Zeus úgy dönt, hogy a két testvére között igazságot tegyen, hát mondjuk ez ugye jó a bántalmazóknak, mondhatnánk. Tehát Zeus úgy dönt, hogy a lány fél évetlen kell, hogy tartózkodjon Hádésznál, és fél évet pedig az édesanyjának. Ami, hát, hogy is mondjam csak, tehát ahhoz képest, hogy eddig az édesanyjánál tartózkodott, most meg fél évet Hádésznál, hát el lehet ezen gondolkodni, persze van ennek azért, ennek a mitológiai összefüggésnek is üzenete, hiszen hogyha egy érett nő még mindig az anyja szoknyája mellett ül, akkor nem teljesíti be a saját küldetését. És ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy minden, ami kimozdítja őt ebből a lagymatag helyzetből, az jobb, mert segíti a változást. Na most mi az örök? Hát ugye feltehetjük a kérdést, hogy mi az örök? Hát az örök a változás. A változás az örök. És rettentő nehezen viseljük el, mi emberek szeretnénk egy ilyen állandósultságot, és különös tekintetben az állandósultságban a biztonságot megteremteni. És hát ez az állandósultság, ez sajnos ez nem fog menni. Tehát az a probléma, hogy azzal, hogy a Plútó bemegy a vízöntőbe, amit egyébként ritkán szokott megtenni, 250 év a Plútó keringési ideje, tehát ezért mondhatjuk azt, hogy a Plútó egy szinte korszak bolygó, hát 250 évente megy be a vízöntőbe. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy 2024-et írunk, amikor, vagy hát pontosan 2023-at írunk, amikor bement a vízöntőbe, és levonunk a 2023-ból 250 évet, akkor megkapjuk az 1000, ha jól számolok, ugye 1800-ig az 223 év, tehát még le kell vonnunk durván 22 évet, és akkor megkapjuk a 1778-at.
Tehát mi történt ekkor? Tehát ugye itt a Plutónál ez nem úgy működik, mint a Big Bang, hogy ez a pontos idő, hanem egy folyamatról beszélhetünk, hiszen a Plutó a vízöntőben több mint 20 évig mozog. Tehát ezen a jelen keresztül, amíg átmegy, az eltelik több mint 20 év. Ez miért érdekes? Hát azért érdekes, mert a vízöntőben való átmenetele az, amely az egész periódusban egy nagy felfordulást és egy nagy változást eredményez. Ugye mondhatjuk azt, hogy valójában a Plutó vízöntőbe való belépését követően, hát kitört a francia forradalom. Na jó, de hát a francia forradalom kitörése, az már érlelődött a levegőbe. Az oké, hogy tehát nem a Bastille elfoglalásával, hát úgy mondjuk, hogy azzal kezdődött, de valójában itt már az azt megelőző évek, évtizedek készítették elő azt a robbanásszerű változást, amikor aztán kitör a francia forradalom, és hát a Plutó akkor már úgymond izmosan a vízöntőben járkál, és hát ugyanez a nagy helyzet, hogy most is, ugye gondoljunk bele, hogy milyen óriási hatással volt a világra a francia forradalom, milyen óriási hatással lett a világra utána Napóleon és a napóleoni háborúk, és hát ott is megtámadják az oroszokat például, ugye a franciák, de ugyanakkor mondhatjuk azt is, hogy hát ebben az időben keletkezik az Amerikai Egyesült Államok. Tehát ott kezd el igazán kibontakozni az úgynevezett USA, bár hozzá kell tegyem, hogy ott még a függetlenségi nyilatkozatnál még Bak Plutó van, tehát csak az azt követő időszakról beszélhetünk. De minden esetre tudjuk, hogy az emberek ezrei indultak el aztán Amerika felé, és hát egy komoly átalakuláson ment át a világ, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a modernizáció is nagyjából ekkor indul el. Tehát ha eszmeileg, ha ideológiailag nézzük, akkor azért ez egy gyökeres változást eredményezett a világban. Elsősorban természetesen az úgynevezett nyugati világban, hogy mi volt ekkortájt keleten, mi volt ekkortájt Kínában, Indiában, Japánban, hát ezt kevésbé tudjuk. De egy biztos, hogy ez később, ez a fajta változás, ez a fajta modernizmus, ez aztán viszont kihatott az egész világra. Tehát befolyással volt Kínára, befolyással volt Indiára, befolyással volt Japánra, nyugodtan mondhatjuk, hogy az ausztráliai földrész is ezután kezd el abba az irányba haladni, hogy betelepüljön. Tehát igen, gyökeres, nagyon gyökeres változások indultak el, és most ezt ugyanígy elmondhatjuk. Ugyanígy elmondhatjuk, hogy nagyon gyökeres változások indulnak el, és a változások egyik legfontosabb jelölője a Plutó, ami eredetileg a nevében, tehát Hades, az átváltozás szimbóluma is. Hát ténylegesen mi történik? Hát a halott
lelke kiszabadul a testéből, tehát átváltozik. Régen hívták ugye az átváltozást transmutációnak. Tehát egy átalakulás megy végbe, és ha Kórét nézzük, aki ugye később Perszefóné lesz, akkor, tehát hogy mondjam, tehát Kóré az édesanyja kicsi lánya, idézőjelben, Perszefóné már egy, hát hogy is mondjam, csak felnőtté váló nő, akinek férje van, akivel együtt vannak az alvilágban, de fél év lehetőséget kap arra, hogy mindig meglátogassa az anyját. Hát aztán nem tudjuk, hogy ez a látogatás mennyire volt rendszeres, és tartott-e fél évig, amíg az anyukájával volt. Egy biztos, hogy a Plútó az átalakulásról szól. Na most, abba kellene hinnünk, hogy az átalakulás az mindenféleképpen az Isten követés irányába vezető útról szól. Tehát az Isten követése annyit jelent, hogy előbb vagy utóbb átalakul az emberi felfogás egy Isten követő magatartásra. Na most, hogy ez meg fog-e történni az elkövetkezendő időszakban, ezt azért nehéz megmondani, bár a Szaturnusz a halakban az mondjuk adna erre egy biztató jelzést, mert megint csak a nagy tömegekben gondolkozhatunk egyszerre, és azon belül az egyes emberek sorsa az ugye egy kicsit más, de egy biztos. Egyikünk sem tud ki maradni ebből a helyzetből. Tehát hat ránk. Ugyanúgy, mint ahogy mondhatom azt, hogy ahogy a többi égitest is belement például a vízöntőbe az elmúlt években, ugye a Neptunusz átment rajta, az Uránusz átment rajta, még az 1990-es években is, amikor megjelent az úgynevezett okostelefon, megjelent a mobiltelefon, még igazában véve nem volt jellemző az okos eszközöknek a használata. De már 2000 után ez abszolút felturbózódott, és hát elindult az a folyamat, amelyre azt mondhatjuk, hogy hát egyszerűen követhetetlen már lassan. Az internet az valami úgy berobbant, és oly mértékben töltik már ki az életünket, ugye valójában nyugodtan mondhatom, hogy én önöknek itt hiába beszélnék, ha nem lenne internet. Tehát ez is egy, tehát rajtam kívül számtalan ilyen úgynevezett tartalomgyártó ember van, aki az interneten keresztül tud szólni az emberekhez. Tehát egy óriási kommunikációs csatornává nőtte ki magát az internet, és ennek következtében ez hozzátartozik az átváltozáshoz. Hogy vannak az internetnek vadhajtásai? Hát persze, de az emberből fakadó, hogy állandóan jelen van mindig az úgynevezett negatív erőnek és pozitív erőnek, vagy ha így jobban tetszik, mert ezek ilyen, nem vagyok értve oda, hogy így nevezzük, hogy negatív. Tehát inkább azt mondanám, hogy a pusztító erőnek és az építő erőnek az együttese. Igen, de megint fel kell tételeznünk azt, hogy ezek állandóan jelen vannak a világban. Hiszen gondoljunk bele, hogy hány sejtünk pusztul el naponta,
kis halál, és hány sejtünk keletkezik naponta? Ez az építés. Tehát állandóan egy újjászületési folyamaton megyünk keresztül, és ez kap most egy még sokkal nagyobb felerősítést. Ugyanakkor a vízöntőség a barátságosság fogalmát is képviseli, és a vízöntőbe belépő Plútóval egyetemesebbé válhatna a baráti, testvéri, és mélyen humánus, tehát mélyen emberi mi voltunk. És ez segíthetné a közösségépítést. Természetesen itt kerülöm a szót, ebben benne van a globalitás, ugye csak a baj ott van, hogy azt érezzük, hogy állandóan vannak embertársaink, akik ezzel az úgynevezett globális összefonódással szeretnének visszaélni. Tehát valójában a hatalmi egzisztenciájuk egyik nagyon jó szolgálata lehetne. Megszüntetjük a pénzt például, és akkor a modern rabszolgaságot ki lehet találni. És akkor gomnyomásra lehet irányítani mindenkit, hogy úgy csinálja a dolgokat, ahogy azon keveseknek, tehát egy pár embernek, ez lehetséges. Ugye azt ne felejtsük el, hogy minden jellel a szemben lévő jel is jelen van. Tehát a vízöntővel szemben van az oroszlán. Tehát mindig lesznek emberek, akik más embereken szeretnének uralkodni a saját kényelmük érdekében. És másokat kihasználni, és másokat szolgaságba hajtani, ugye? Miközben a vízöntő az maga a szabadság. És akkor itt megint egy újabb szempont jön bele, vagy kerül elénk, mert azt mondhatjuk, hogy és hogy él az ember ma a szabadságában? Mennyire tud kezdeni valamit a szabadsággal? És akkor azt kell látnunk, hogy az emberek egy jelentős része vagy visszaél a szabadságával, vagy nem tud mit kezdeni a szabadságával. Tehát a Plútó mindenképpen megkeveri ezt az állóvizet, és hát, idézőjelben megkeveri, tehát azt jelzi, hogy az emberiség egy olyan fázisba került, ahol kezdeni kell valamit a függetlenség kérdésével, a szabadság kérdésével, a kölcsönös szabadság, a kölcsönös tiszteletben tartás kérdésével. És akkor talán egy picit jobbá válik a Föld, a földi lét, de mielőtt még azt gondoljuk, hogy ez, hát ülök otthon a díványomon, és akkor majd valami történik, nem. Általunk történik a változás. Tehát minél többen vagyunk, akik testvéri módon, baráti módon gondolunk egymásra, ilyenfajta tisztelettel és szeretettel beszélünk egymással, ezt a fajta életnívót, életpéldát, életvezetési példát mutatjuk a közösségnek, akkor itt valójában kiderül, hogy egyfajta felelősségünk van mindenkinek, a kedves nézőknek is egyesével, nekem is, hogy a megfelelő példát mutassuk az utókornak, az utókor nemzedékének, hogy hogyan kéne emberileg egymás mellett élni. A vízöntőben nem feltétlenül háborúságról van szó. Szeretném megnyugtatni a kedves nézőket, hogy a pakliban a változás van benne, a háborúság nem feltétlenül van benne. Természetesen, ha ugye itt, hogy is mondjam csak, ott számolják el magukat az úgynevezett negatív erők, akik uralkodni szeretnének az egész világon, hogy valójában olyan ellenerőt hívnak ki maguk ellen, aki elsodorhatja őket is.
Tehát egy nagyon-nagyon összetett és átfogó témáról van szó, és hát arra gondoltam, hogy ránéznénk megint az úgynevezett nagyhatalmak, és természetesen Magyarország Plútó belépési horoszkópjára, ugye amit mondom, 2023, tehát tavaly áprilisban megtörtént, és ránézhetünk ezekre a Plútó átlépésekre, hogy az elkövetkezendő nagyjából 20 év az mit mutat Kínának, Oroszországnak, Amerikának, na és persze természetesen Magyarországnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor rövidesen jelentkezem ezekkel a képletekkel, és mindegyiket egy kicsit megvizsgáljuk. De a lényeg nem a háborúról szól. Ez a változásról szól. És arról a változásról, hogy az emberiség egymás iránt sokkal több megbecsülést, sokkal több szeretetet, sokkal több baráti érzést tápláljon, és a humánum vezesse. Tehát ez a vízöntőnek az emelkedett megközelítése. Mint mondottam volt, van negatív megközelítése, de akkor megcsinálhatjuk azt, hogy kőkövön nem marad. Szerintem ez a meccs még nincs lejátszva. A lényeg az átalakulás. De még egyszer mondom, ez nem úgy történik, hogy mindenki várja, hogy a televízióban azt mondják, hogy na akkor mostantól kezdve átalakulunk. Az átalakulás az most zajlik, itt bennünk. Nem a Plútó irányítja, a Plútó csak mutatja. Tehát nekünk kell magunkban átalakítani önmagunkat. Már csak az a kérdés, hogy hogyan. Hát olyan értékekre kell szembenézni, amelyek nem lettek megdolgozva. 2000 év eltelt, amióta Jézus mondja, és nem lett megdolgozva a szerest fele barátodat, mint te magadat. Hát most is itt tartunk. Még csak hagyjál, hogy esetleg a fele barátunk fele mit érzünk, na de hogy érezzük a saját magunkkal való kapcsolatunkat? Hát irgalmatlan sok beteg ember van. Irgalmatlan sokan utálják saját magukat. Tehát figyelni önmagunkra és figyelni másokra. Elfogadni önmagunkat és elfogadni másokat. Netán szeretni önmagunkat és szeretni másokat. Mert mi a közös bennünk? Mindannyian Isten bennünk lakozik. Ez a közös bennünk. És ezzel a mondattal itt most be is fejezem, és majd folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket, Isten áldja önöket, viszontlátásra! Thank you.